szerintem az lenne, hogy minél előbbre ülnek, nem tudom miért, mert egy kicsit rendhagyó lesz a dolog, mert egy órás felvétel, televízió felvételt fogunk megnézni, hogy tudjuk, hogy miről beszéljünk. Tehát egy picit előre jönnek, a nagyon hátul nem biztos, hogy mit hallatszik. De hát mindenkinek a szabad választása. Látod, nem nagyon mernek előre jönni. És ehhez nálunk Magyarországon többféle zenei, illetve versek születtek, és hát különféle stílusú zenéket írtak. Kézbe kapván a verseket, belelkesedtem, és azt mondtam, hogy most akkor én is neki kezdek. És először egy ilyen kis fél órás előadásban gondolkodtunk, azután mégis egy nagyobb kerekedett belőle. A szövegeket dr. Kovács Gábor katolikus pap írta, és a zárókórust és még egy verset pedig a saját feleségem, aki hát újságírással is foglalkozik, költészettel is. Az Exupéry könyv, tehát a mese alapján a szövegkönyvet szintén ő írta, azután elzítik a legmagasabb lektorátusokat, tehát akik szakértők ebbe, és tényleg így kerül, kétféle módon lehet előadni ezt a kis herceget. Az egyik van egy templomi változata, és van egy színpadi változata. Az ehhez kapcsolódó zenét
írtam én. Zenekarra, kórusra, szólistákra, és az volt a tervem, hogy minél több fiatal vegyen ebben részt, ezt sikerült megvalósítani, majd látjátok, egy száztagú apparátus lesz itt a Váci Székesegyházban, egy 60 tagú énekkar, gyerekkórus, ez az ökumenikus iskolának, a általános iskola és gimnáziumnak a gyerekkórusa, és a Ödöllői Chopin zeneiskolának az ifjúsági zenekara. Négy kürtanárt hívtam, az egy kicsit nehéz a kürtszólamot, és két szólistát a rádió kórusból, akik a Kígyó és a Rúga dallamát fogják majd énekelni. Itt azért egy zenekart kell áténekelni, tehát mikrofont nem akartunk használni, és ezért hívtunk gyakorlott énekeseket. A története tehát az, hogy tulajdonképpen nagyon sokáig aludt ez az egész dolog, és gyakorlatilag 2011-ben merült fel a főiskolán, hogy szerveznénk egy európai konferenciát, ahol pedagógusok lennének jelen, európai uniós pályázatból, ami aztán nem sikerült. A központja a szervezésnek egy zserfek nevezetű párizsi szervezet, és 15 országból jöttek volna Vácra erre a konferenciára, amelynek a címe az lett volna, hogy megszelídíteni a világot a művészetek által. Viszont az elmúlt évben 3 napra zsugorítva sikerült megcsinálni, ahol nagyon neves előadók Hámori József agykutatótól kezdve itt volt a Dijoni Egyetemnek a rektora, ő volt az egész díszvendég, tehát ő volt a díszvendég, és ő is természetesen előadott ezen a konferencián, és így kértek föl, hogy este a záró esemény, tehát ez volt egy csütörtök péntek szombat, és ennek a záró eseményeként hangozzék el ez a mű, ez a zenés meditáció. A rendezést azt a főiskolán tanító színművész Benedek Gyula tette meg, egy nagyon kiváló művész, ő fogja játszani a repülős egyébként. Ő mint szereplő is benne van. És a főiskoláról szedett össze szereplőket, akik ugye szerepelnek. Mivel ez a Váci Székesegyházban volt, ezért nem gondoltuk a színpadi változatot, mert akkora hatalmas tér, egyébként a kiosztott ugye, hát, lapok alapján körülbelül 700-an voltak a Székesegyházban, tehát egy akkora szakrális térről van szó, hogy a színpad itt elvész. Tehát nem színpadban gondolkodtunk, hanem a szakrális térben, és éppen ezért nagyon sok minden olyan kellék, a főiskola, hát van ilyen vizuális képzés, vannak nagyon tehetséges rajzolók, azok megrajzolták a repülőcsat, és egy ilyen hatalmas vászonra lett kivetítve, amikor az aktuális esemény ugye odaérkezett. És nyilvánvaló, hogy így folyt az előadás, egyetlen egy szereplőnek volt jelmez, amit majd látni is fogtok, ez a kis herceg. Tehát ő mozgott, ő volt mozgásban, egy nagyon jó jelmezt választott maga a rendező, és Pókai Noéminek hívják, annak ellenére, hogy ő nem fiú, hanem lány, ő a színművészeti főiskolára felvételizik jövőre. Hát mindenki azt mondta, még a Dijoni rektor is, akinek fordították, sőt lefordítottuk franciára a szövegkönyvet és a dalok szövegét, tehát tudta kísérni ugye a saját anyanyelvén az eseményeket. Tehát még ő is mondta, tehát nagyon-nagyon komoly színészi teljesítményt nyújtott, ennek legnehezebb szereptel. Hát ugye számomra egy nagyon nagy megtiszteltetés volt, és úgy érzem, hogy ahhoz, hogy tudjunk beszélni erről a zenés meditációról, meg kell hallgatni. Tehát én bármit mondanék itt most, ha nem hallgatjuk meg, és itt egy kicsit kiemelném
amit aztán én is fogok beszélni róla, a róka és a kígyónak a szerepét, illetve zenéjét, sőt a nyitánytétel. Tehát egy nyitánnyal kezdődik, egy zenekari nyitánytétellel, és utána hangzik föl az egész zenés meditáció. Ami engem vezérelt, nagyon megkapott egy Pilinszky idézet, hogy azt mondja, az alkotó képzelet mindig földig hajol, mint egy megismételve Isten teremtő gesztusát. Nagyon-nagyon még gondolat. És így kapcsolódhat be az ember a teremtésnek a folyamatába. A teremtés nem zárult le, ugye amikor kialakult az egész univerzumnak, benne megjelent az ember, hanem az Isten ránk bízta a teremtésnek a továbbvitelét, és ez egy csodálatos dolog, hogy ugye ebben a hatalmas műbe az emberben van kapcsolva. Ez az egyik, mert nyilván, hogy Isten képmása az ember, de ezért is még ez hozzáadja a méltóságának a magyarázatát, nem az emberi méltóságának. Tehát fogadjátok szeretettel, és utána fogunk akkor beszélni a magáról a műről. Úgyhogy megkérlek akkor, hogy a villanytól utána kapcsolódjunk. Az elmúlt év 2012. október 12-én hangzik el az ünnepről. Úgyhogy nem tudom, meddig húzom még, ha nem lesz nagyon gyorsan, de nem szerintem. Ő is a Duna Televíziónak a felvétele. Thank you.
Thank you.
Ó,
mire úgy tűnik. Úgy védekeznek, amit tudnak. Félelmetesen képzelik magukat a tüskénnyel. És mondd, te is azt hiszed? Nem, én nem hiszek semmit. Csak úgy mondtam, hogy új dolgokkal foglalkozom. Komoly dolgokkal. Úgy beszélsz, mint a földöttek. Mindent összezavasz, mindent összekevesz. Tudok egy bolygót, egy vörös kék igazságra kitartam. A soha egyetlen virágot meg nem szabott életében, soha egyetlen csillagot meg nem nézett, soha senkit nem szeretett, soha nem csinált egyedet, mint folyton csak számol, és egész államnak azt hajtogatta, amit te az imént. Én komoly ember vagyok, én komoly ember vagyok, és csak úgy dagadt a kevésségtől. Hát ember ez? Dehogy ember! Bomba! Semmit összekeretlen menjen egy ilyen világotban. Szájkosabb rajzolok a bárányban. A világoknak meg rajzolok majd vértet és... A mindenkinek érvan maga. Olyan titokzatos világ. Könnyen ország. Ébredtem. Elnézést kérek, még meg sem fésülgettem. Milyen szép van. Ugye? És épp egyszer születtem a nappal. Azt hiszem, épp most van a reggel ideje. Volna szíves gondoskodni rólam? Hát persze, de mit tettek érte? Nézd csak, kinőttek a tüskéim. Most aztán jöhetnek a tigrisek a karmaimba. Az én bolygómban nincsenek tigrisek. A tigrisek különben sem lesznek többet. Én nem vagyok fű. Bocsáss meg. Különben sem félek a tigrisektől. A húzattól viszont írtózom. Nincs véletlenül valamilyen szélfogót? Esténként tény majd búra alá. Nagyon hideg van itt nála. Rosszul vagy beleveszkedve. Ahogy értem. Honnan jöttél? A szélfogó? Látod? Már is megfáztam. Éppen azért indultam, de elkezdtél beszélni hozzám. Nem lehet volna szabad meghallgatni. A virágok szabát sosem szabad meghallgatni. Nézni kell őket, beszélni az illatokat. Az enyém, az egész bolygót elárasztotta az illatával, én sem tudok örülni. Tudnom kell, hogy mi van a bolygón. Nagyon, nagyon boldogtalanok érzem magam. Akármit is teszek a virágomért, sose tudok elég jól előtti. Minden virág csupa ellentmondás. Nekem ez túl bonyolult, nem tudom szeretni őt. Most voltam. Kérlek, ne haragudj rá. Próbálj nem boldogtalanul. De a szélfogó? Hagyd már békén azt a búrát, nem kell. Egyáltalán nem vagyok olyan látások. Virág. De az állatok? Két-három hernyót el kell tűnöm, nem akarom ismerni a fiatalokat. Állítólag nagyon szépen. Meg aztán is látogatom meg, mert ami téged illet, te mesztereztek. A állatoktól pedig egy csöppet sem félek. Nekem is vannak valami. Ne ácsolok itt ilyen ügyefogyottan. Idegesítő. Elhatároztak, hogy elmény, hát ne. Ó, itt egy alattvaló. Hogyan ismerhet fölséget, ha még soha életében nem látott? Nem tudtad, hogy a királyok szemében minden ember alattvaló? Gyere közelebb, hogy jobban szemügyre vehessen. Az etiket megtiltja, hogy a király jelenlétében másítsanak. Megtiltom. Nem bírom megállni ásítás nélkül. Nagy utat tettem meg, és nem aludtam. Akkor megparancsolom, hogy ásíts. Hosszú esztendők óta senkit sem látta másiknak. Az ilyesmi itt a szórakozása számunkra. Tessék, ásíts még egyet. Parancsolom. Úgy látszik, ettől nem megy ám parázás.
forrás így, hol meg nem. Ha nekem ilyen hatalmi lenne, akkor napjában nem 44 napra mentén láthatnék, hanem 72-t, sőt 100-at, vagy akár 200-at is, és még csak odébb sem kellene húzni a székemet. Egyszerűen megparancsolnám, hogy azonnal legyen naplementem. Úgy szeretnék naplementét látni. Örvendeztessen meg fölséget. Parancsolja meg a napnak, hogy nyugodt ébren. Ha egy generálisnak azt parancsolnám, hogy szálljon világról világra, mint egy lepke, vagy írjon tragédiát, vagy változnak tengeri madárra, és a generális nem hajtaná végre a parancsot, ki lenne a hibás emiatt? Ő vagy én? Felsőre. Látod? Mindenkitől azt kell követelni, amit az illető megtehet. A tekintély legelső alapja azt követel. Akkor mi lesz a naplementében? Meg fogod kapni a naplementében. Követelem. De kormányzói bölcsességemben megvárom, hogy kedvezően legyenek hozzá a körülmények. Nincs itt semmi dolgom többet. Ne menj! Végre adott egy alattvalom. Ne menj el, megteszek miniszternek. Mi? Igazságügyi. De ha nincs akinek igazságot szolgáltassak? Hát akkor ítélkezzél saját magadon. Ez a legnehezebb. Magunkon ítélkezni sokkal nehezebb, mint máson. Ha sikerül helyesen ítélkezned saját magad fölött, az annak jele, hogy valódi bölcs vagy. De ítélkezni mindenütt ítélkezhetek magam fölött. Ahhoz nem kell ugyanom. Ha felségednek az a kívánsága, hogy engedelmeskedjenek a parancsainak, nekem is akarnak egy észszerű parancsot. Megparancsolhatnám például, hogy egy percen belül kelljen útra. Körülmények úgy láttam kedvezően. Ki neveznek utazó nagyüvetemnek? Nem, nem, meglátogat egy csodáló. Jó, akkor. Ura karakter van. Arra való, hogy ne emeljen, hogy viszonozzon vele az ünneplés. De sajnos soha nem jár erre senki. Csak ezt a tegyelve. Itt már mulatságosabb, mint az imélyt a királynál. Valóban nagyon csodálsz engem? Mit jelent a szó? Thank you.
3 meg 2 az 5, 5 meg 2 az 12. Nem értelmeni szerint. 26 meg 5 az 34. Hopp. Tehát összesen 501.622.731. 500 millió... Micsoda? 500 millió... Már nem is tudom. Annyit mondom van, én komoly ember vagyok, nem kecsérlek a nyilasságokra az időmet. 2 meg 5 az 7. 500 millió micsoda? Valami sapróság, amit az égen látom, hogy van. Ó, dehogy. Azok az aranyos kis izék, amikor semmit tenni szoktak átlámozni. Én azokban komoly ember vagyok. Nekem nincs ugye semmiféle átlámozásra. Aha. Csillag. Az, az, csillag. És mit csinálsz ezzel az 500 millió csillaggal? 501.622.431. Komoly ember vagyok, szeretem a pontosságot. Mit csinálsz ezekkel a csillagokkal? Semmi. Birtokolom. Mit fogod a csillagokat? És arra, hogy gazdag legyen. És mire jó a gazdagság? Más csillagokat is megvenni, ha történetesen talál valaki. Hát, ez igaz. És mit csinálsz? Kezelem őket. Megszámolom, aztán újra számolom. Nehéz dolog. De én komolyan vagyok. Mi az a kész? Mi kell csak? Érdekes. Csak komoly nem valami komolyan. Nekem van egy virágom. Ezt naponta megöntözöm. Van 3 bordánom, azokat tetemben írtam. Hát azt is kipucolom, amelyik tulajdonok. Sosem lehet tudni. Mindez pedig a bordánjaimnak is, meg a virágomnak is hasznos a házat. De nem vagy hasznokra a csillagok. Itt egy kutató. Honnan jössz? Mi az a nagy felé? Mit csinál itt túl a sárt? Geográfus vagyok, te kutató vagy. Írd a nekem a bolygódat. Ó, az én bolygóm egészen apró, nincs rajta semmi különös. Van 3 bolygónk, 2 működik egy kutatót. Bár sosem lehet tudni. Egy világ is van. A világokat nem jövő. Hiszen az a legszebb rajta. Mert a világok nyílik ez a. Mit jelent az, hogy nyílik az? A földrajzfölgyben a világ legjelentősebb földrajz. Nem a gondolkásokban. Földrajzfölgyi sár fordul elő, hogy egy hely megváltoztassa a helyét. Földrajzfölgyi fordulatban is, hogy egy óceánnak kiakadjon a vizet. Mit csak földrajz a kiakadja? De a kiakadt polgár egyszer csak oldal megfordul a szár. Mit jelent az, hogy nyomorítani? Azt jelenti, hogy előbb-utóbb megsemmisül. Az én világom előbb-utóbb megsemmisül? Oh.
Bácsi urasága. Milyen bolygót látogassak meg? A Földet. Jó híre van. Ez a Föld nem akármilyen bolygóján. Van rajta 111 király, beleszámítva természetesen a néger királyokat is, 7000 geográfus, 9000 üzletember, 7,5 millió részletes, 311 millió nyúl, vagyis körülbelül 2 milliárd Thank you.
látni, kapcsolatokat teremteni. Kapcsolatokat teremteni? Úgy bizony. Te pillanat alatt nem vagy számomra más, mint egy ugyanolyan gyermek, mint a többi száz meg százezer. És szükségem sincs rá, ahogyan neked sincs rendben. De ha megszelítítesz, szükségünk lesz a másra. Egyetlen lesz a számomra, és én is egyetlen leszek a beszámomra. Nekem bizony egy hangú az életem. Én tyúkokra vadászom, az emberek megint megjeleznek. Egyik tyúk olyan, mint a másik, és egyik ember is olyan, mint a másik. Így aztán meg lehetősen adhozom. De ha megszelítítesz, megfényesedni tőle az életet. Lépések beszéd hallanám, amely az összes többi lépés beszédtől különbözni. A többi lépés arra készen, hogy a földön álljak. A tiéd, mint valami muzsika, előtt csalna az ügyünkból. Aztán nézd csak, látod ott azt a vizetetnek? Én nem eszem kenyeret. Nincs a búzára semmi szükségem. Nekem egy búzatáblára nem teszem a semmi. Tudod, milyen szomorú ez? De neked olyan szép valamelyet van. Ha megszerítítesz, milyen nagyszerű lenne, akkor az aranyos búzáról rákontolhatunk. És hogy szeretném a búzában a szélsősorgását? Légy szíves, szemítíts meg! Kék szöveges. De... most nem nagyon érek rá. Barátokat kell találnom, és még annyi mindent meg kell ismernem. Az ember csak azt is megtett igazán, amit megszerinti. Az emberek nem jelentek rá, hogy már mit is megismernek. Csupa kész folyamint vásárolnak a kereskedőknek. De mivel barát kereskedők nem léteznek, az embereknek nincsen kis barátai. Ha azt akarod, hogy barátod legyen, szerítíts meg el. Jó, de hogyan? Sok-sok türelem kell hozzá. Először leülsz szép, tisztes távolba tőlem, úgy ott a fűben. Én majd a szemek sarkába nézlek, te pedig nem szólsz semmit. A beszél csak félregetések forrása. De minden áldozlan egy kicsit közelebbülhetsz. Az a jó, ha ugyanabban az időben jössz. Ha például délután egykor érkezel majd, én már háromkor elkezdtem mondani. Minél előrébb halad az idő, annál boldogabb leszek is. Mégkor már tele leszek izgalommal és aggodalommal, fölfedeznem milyen drága kincs a boldogság. De ha csak úgy, akármi folyosz, sosem fogom tudni, hány órára költöztessen vízbe a szívemet. Szükség van bizonyos szertartásokra is. Mi az, hogy szertartás? Az is olyasmi, amit alaposan elfelejtettem. Attól lesz az egyik nap más, mint a másik, az egyik óra különböző a másiktól. Az én vadászaimnak is megvan például maguk szertartása. Ez szerint minden csütörtökön elmennek táncolni a falubeli lányokkal. Ezért aztán a csütörtök csodálatosra. Olyankor egészen a szülőig elsétálok. Ha a vadászok csak úgy, akármikor táncolnának, minden nap egyforma lenne, és nekem egyáltalán nem lenne a vakációm. Látod? Megszerintettem, hogy kérdez. Most már el kell mennem. Tudom, sírnom kell majd. Te vagy a híves. Én igazán nem akartam neked semmi rosszat. De erősültél, hogy segítsen. Igaz, igaz. Mégis sírni fogsz. Igaz, igaz. Akkor nem nyertél semmit az egészen. De nyertem. A búza színe. Nézd meg újra a rúzsákat. Meg fogod érteni, hogy a tiéd az egyetlen világunk. Ajándékból elállott neked a tartó. Nagyon egyszerű. Jól, csak a szívét állt az ember. Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan. Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan. Az idő, amit a rúzsákra vesztegettél, azt tesz volna fontosan. Az idő, amit a az emberek nem felejtették ezt az igazságot. Neked azonban nem szabad elmélekedni. Te egyszer s mindenkor felelős lettél azért, amit megszerintettél. Felelős vagy a rózságért. Felelős vagy a rózságért. Indulnunk kell!
Elfogyott a vízünk. Én azonban még mindig nem javítottam meg a gépemet, viszont innivalóm sincs több. Úgyhogy nagyon örülnék neki, ha szépen elindulhatnék egy forrás felé. Barátom, a róka azt mondta... Édes sereget, a rókát nem segít rajta. Miért? Hát rövidesen szólni akarom. Jó, ha az embernek volt egy barátja, még ha rövidesen meg is kell halni. Én a magam részéről nagyon örülök neki, hogy volt egy róka barátom. Képtelen vagy fölfogni a veszélyt. Nem voltál soha se éhes, se szomjas, beérődött is napfénnyel. Én is szomjas vagyok. Keresek egy utat. Igazából úgy is mindegy. Képtelen vagy, hogy magtában utat keresni a határtól a sivatagban. Tehát mondtad, te is szomjas. De néha a szívnek is jó a víz. Ott ragyognak a csillagok. Itt hálmodnék. Ügyünkre nem bírom tovább. Lázas vagyok, azt hiszem. A csillagok szépen. Attól, hogy varratod egy láthatatlan világ. Persze, persze. És jövő visszük. Valóban. A csillagok szép. Mindig szerintem a csillagok. Az ember leül egy homokkozóra, nem lát semmit, nem hall semmit. Valahogy nincs, hogy csöndesen sugárzik. Azt teszi szépen a sivatagot, hogy valahogy tudhat eljegyezni. Gyerekkoromban egy régi házban laktam. A legenda szerint valahol kincs volt elásva benne, vagy soha senki nem jött a nyomára, egyetlenül kereste soha senki. Mégis elvarázsolta az egész házat. Akár egy házról van szó, akár a csillagokról, akár a sivatagról, ami szépké teszi őket, az láthatatlan. Éppen elvarázsolom, adjunk! Most értettem meg, hogy mit keresem. Olyan ez mindegy. Ez a víz más, több pusztai tarnál. A csillagok alatti vándorlásból született, a csiga életéből, a karom megfeszített erejéből, olyan jó esik a szívnek, mint egy ajándék. Mikor gyerek voltam, így aranyozta be a karácsonyi ajándékot a karácsonyba. Fénye, az éjfél is a zenéke meg a mosolyó varázsa. Nálatok az emberek egyetlen kertben 5000 rózsát nevelnek. Mégsem találják meg, amit keresem. Pedig egyetlen rózsában vagy egy kort vízben megtalálhatnák. Csak hogy a szemben, a szívünk kertben keresünk. Tudod, holnap lesz egy éve, hogy a földre esem, egészen közel ide. Akkor hát nem csak mi véletlenül kószáltál itt? Egy szár egyedül 1000 mérföldnyire minden lakott helyről. Oda akartál visszamenni, akkor leestél? Neked most dolgoznod kell. Vissza kell menned a képerhez. Itt várlak majd. Gyere vissza Budapesten. Hogy hagyhatnál, akik szükséged van rám? Bajba is kerülhetsz. Rossz érzésed van. Elfogod valami sötét szomorúság. Indulj, kérlek! Emlékezz, aki hagyja, hogy megszerintsék, az a sírás kockázatát is vállalja. Thank you.
Thank you.
egy bizonynál papírja. És én még soha senkinek sem meséltem ezt a történetet. Bajtársaimtól viszont láttak körültek, hogy élve látom. Én szomorú voltam, de mondtam, azért, mert nagyon fáradt vagyok. Most már egy kicsit megigaztam, azaz mégsem egészen. De tudom, hogy visszatért a bolygójára, mert mikor fölkelt a nap, nem találtam ott a testet. Annyira mégsem. És szeretem a csillagokat hallgatni éjszakán, mint mintha 500 millió csendét kiszólna. De lám csak, van itt egy rendkívüli kérdés. A szájkosáról, mint a kis percek bárányának rajzoltam, lefelejtettem a bőrszíjat. Sose tudhatja fölcsatolni a bárányára. És én azt kérdezem magamban, mi történt a bolygón? Lehet, hogy a bárány megette a világot. Egyszer azt gondolom, semmiképpen sem. A kis herceg mindig üveg múlva alá teszi éjszakára a virágját, és éberen vigyáz a bárányára. Ilyenkor boldog vagyok, és a csillagok mind kedvesen mellettek. Másszor meg azt gondolom, ennek olykor, hogy most figyelünk. És már is kész a baj. Egy este elfelejti föltetni a üveg múlát, vagy éjszaka mesztelenül viszont a bárány, és ilyenkor a csendet csupa könnyé változnak. Nézzetek fel az égre. És tegyétek fel a kérdést, megette vagy nem te meg a virágot a bárán? És azt szerint, hogy igen vagy nem, meglátjátok. Egyszerre megváltozik minden. És soha egyetlen körülök sem fogja megérteni. Hogy ez milyen rendben?
kapcsán egy pár gondolatot nem szeretnék az időből kimenni. Mielőtt az előadás megtörtént volna, tehát október előtt egy olyan jó hónapot, úgy önkéntelenül éjszaka, tehát elkezdtem aludni, aztán fölébredtem, és akkor kezdtem gondolkodni azon, hogy mit is fogalmaztam meg én zenében. Mert a zene most minden őszintén kijön belőle. Ezek után az ember azért elkezd gondolkodni, hogy itt van ez a fantasztikus történet, a kis hercegé. Hogy van ez? Már maga a rögtön eszembe jutott a nyitány. F-dur. Jó, most itt sokaknak nem mond, a zene esztétika szerint a természetnek, a szépnek, a tisztának a bemutatása. Ez az F-dur. Beethoven 6. szimfónia. Sok közül. Igen, jó, rendben van. Aláírtam. Tudatosodok benne. F-dur. Elindulnak a felső regiszterek. Gyönyörű tiszta harmóniákkal. Kis herceg világban nyilvánvaló. Egyértelmű. Na de megjelenik ugyanez a téma a vonósokba lejjebb. Egy oktávon lejjebb. Rájöttem, hogy ez a föld. Na de... De most vigyázzat, hát itt átéljük azt a retteneteket, ugye, ami van a földön, és akkor ez hogy lehet, hogy... Hát az a tiszta világ, itt is tiszta világ. Hát, mikor az ember egész más tapasztal. Azután rögtön bejött néhány név. Bőte Csaba, Teréz anya, második János Pál, Albert Schweitzer. Tehát úgy jöttek a gondolatok, hát nem. És a legvégén tényleg úgy belém jön, ez a megváltás szintere. Eljött a végtelen jóság, a szeretet. Rendben van. Hú, örültem neki nagyon. Hát akkor mondom, ez egy nagyon jó sikerült dolog. Legalább most már tudom, hogy a nyilvántételben mi van leírva. Hát amit még ki szeretnék emelni, kettő, a róka. Hát tulajdonképpen, ugye ha visszaemlékszünk a szólóra, meg a közjátékokra, tehát a rókát nem egy ilyen ravasz és raj, ugye a vadászó rókát mutatja, hanem egy egészen más rókát. Gondolkodtam már, hogy lehetett ez, hogy mi van ebben az egészben? Egyébként a szövegek fantasztikusan jó. És rájöttem, hogy a rókába, a róka személyébe is, a zenéjébe is az ember van. Az ember. Amikor azt mondja neki, hogy hát szelídíts meg, nagyon szépen megmagyarázza, hogy mit jelent meg szelídíteni. Na de nem úgy van, hogy rárontok, és kész, szelíd vagy. Nem. Nem, hanem holnap után, ma kicsit közelebb, holnap megint egy kicsit idő. Hoppá! Akkor így jött be számomra az időnek az értelme. Hogy az Úristen miért adta nekünk az időt? Azért adta az időt, hogy ha találkozunk az igazán jóval, az igazán szépen, jóval, csodával, akkor mi is jóvá lehessünk. Ehhez viszont időt kell. Hát ez nem megy úgy. És akkor eszembe jutott a Bibliából Jézusnak a mondása, hogy legyetek tökéletesek. Megvan a magyarázat. Róka. Így meg. Az idejével. Viszont volt egy kedves tanítványom, a főiskolán, Fóris Dórának hívták. Ő egyik nap az előadás után kapok egy levelet, és ez volt benne. A bevezetőjében következőt írja. A kis hercegről őszintén. Beülsz a padba, a templom csendjébe, előbb-utóbb belső csendességet követel tőle. A
fejed zúg a pusza gondolatoktól, érzelmektől, de úgy jöttél ide, mint a szarvas a hűs forráshoz. Vágysz a békére, csendre. Ezek az én gondolataim lennének, de bárki más is ugyanúgy kell gondolkodhat ezeket. Mikor az első hangok megszólaltak, már tudtam, miért kellett eljönnöm 200 kilométert megtéve ezen a napon. Hirtelen messze került valahova az űrbe minden probléma. Átvette helyét a szépség, a béke és a szeretet. Ez az a hely, ahonnan a kis herceg jön. A zene lágy hajladozása olyan volt, mint az életünk hajójának a hullámzása, a szüntelenül hullámzó tengeren. Nem emlékszem minden gondolatra, sajnos már sokat felejtettem, bocsánat, ha kimarad egy-egy rész. Ír a bárányról, következő, a róka. Emlékszem arra gondoltam, hogy igen, ez tökéletes harmónia a róka személyiségéhez, és igyekeztem elmerülni benne. Egy önvizsgálat volt ez az egész nekem, vajon képes vagyok-e megszelídíteni bármit is? Képes vagyok-e rá? Hagyom-e, hogy megszelídítsenek? Vagy nem vállalom a sírás kockázatát, és inkább elmenekülök? Ez az este segített a helyes döntésben. Azt gondoltam, és ezt még ma is meg fogom ismételni, hogy ez a zene közelebb hozta hozzá a kis herceg mondani valóját. Más részeit is segített megértenem, és rádöbbentem saját belső problémáimra, hiányosságaimra. Én is így voltam el egyébként, azért olvasom fel. Igen. Hát nem vagyunk egyedül ezen a földön. Ezen a földön azért vagyunk. Azért kaptuk az élet csodát, hogy rácsodálkozzunk, de nem egyedül. Azért kaptuk a képességeinket, talentumot, hogy mások számára kamatoztassuk. Ne olyan legyünk, mint az űrbe a fekete lyukak, minden magamban. Ó, rettenetes körülöttünk ugye a kapcsolás. Böjt atya mondja, hogy olyan jó átélni azt, hogy olyan jó adni. Hát igen. Ezért vagyunk a Földön. És ezzel tulajdonképpen helyére került a róka is. Hogy miért? Hát ugye miért ez a dallam? Tehát miért? Mi ez a udvariasság? Hát az ember. Ez az ember van megmutatva. A másik, amit ki szeretnék emelni, a kígyó. Ha visszaemlékszünk erre a ugye a kígyó nem éppen egy szimpatikus állat, már a Bibliából sem. Ugye a kígyó az a gonoszságnak, meg hát, ja Istenem, egyszer az ember egy csiklóval találtad, emlékszünk rá, úgy futottunk, hogy ott a kígyó, nehogy oda menjen, mert megvan, és végre van. Tehát valahogy a kígyóról egészen más a mi képzeletünk, mint ahogy ebben a szövegben van. Eszközként használja az Isten a kígyót. És ahogy megszólal, nem azt mondja, hogy háj, itt van egy jó falat nekem, ugye a kis herceg, majd most nem azt mondja, te gyönge vagy is tiszta. És egy csillagra jöttél. Hát mit keresel? Én udvarias vele. De mit keresel? Akit én megérintek vissza, mint számítani. Ezért tőlem. Tehát a kígyó az tulajdonképpen az eszköz. És ide megint felolvasnám a Dórinak az írását, rövid pár sorát, és valójában ezek játszódnak be szerintem mindenben. Számomra a legmegragadóbb rész mégis a kígyó volt. Már előre vártam, hiszen nem először találkoztam a történettel. Mikor meghallottam a bevezető dallamokat, azt gondoltam, hogy ez nem lehet. Hát nem ez illik ide, hiszen a halál, az elmúlás nem ilyen nyugodt, szeretetteli, teljes, mint amilyen az ember. A halál szomorú, szenvedéssel teli, fájdalmas és igazságtalan.
Amikor a kígyó megszólalt, úgy éreztem, a helyükre kerültek a dolgok. Próbáltam, sőt megpróbáltam a szívemet kinyitni és elfogadni, hogy az élet engem. Visszaadom a Földnek, mondja a kígyó. Nagy igazság ez. A Teremtőtől kaptuk az életet, amit egyszer vissza kell adni. Csak az ember önzőségében elfelejti, hogy nem ura valójában az életnek és halálnak. Ha erőszakkal próbáljuk megközelíteni, és harcolunk, dacolunk a halállal, csak önmagunkat csapjuk be. A kis herceg a szívében látta. Tudta, hogy a halál csak egy átjáró, egy út haza. Ezért engedte meg a kígyónak, hogy tegye a dolgát. Igen. Szerintem mindenki így. Így áll szembe ezzel. De valamiképpen egyszer el kell fogadni. István biztos tudja, hogy a pszichológia mit mond, hogy az ember akkor válik igazán személyiségé, és a személyisége csúcsára akkor él, hogyha szembe tud nézni a halállal. És a halál úgy fogadja el, hogy az egy tovább lépés. Levetem a kérget, ugye? És akkor itt eszébe jut az embernek, ugye, amit a tanítás mond, a keresztény tanítás. Nem véletlenül vagy itt a világban. Már benne voltál a születésed előtt Isten gondolatában, ez a gondolat te benned megvalósul, Isten gondolata, ezért vagyunk fantasztikusan csodálatos, és ezért értékeljük nagyon önmagunkat, mert Isten gondolatai vagyunk, aminek meg kell majd látszani ebben a világban. És a végén ugyanúgy az Isten szerető karjába fogunk landolni. Tehát valamiképpen ez egy nagyon-nagyon nagy igazság, és én úgy gondoltam, hogy ekkor került helyére nálam a kígyónak a dallama is. Tehát egyszerűen jóval később a megírása után tudatosult bennem, hogy tulajdonképpen én mit is akartam mondani. Azért örültem ennek, mert valójában ez az emberből, tehát belőlem ez így jött. És sokkal könnyebb volt ezt fölfogni és megérteni. Hogy miért van szükség a kis hercegre? Nagyon nagy szükség. Ahogy egyszer néztem, hogy egyházközségi hirdetőket kapunk mindig, amikor a vasárnapi misére megyünk, és utána itt olvastam, ez egy karácsonyi hirdető méghozzá 2012. december 25-én. És ez véletlen. Ott volt az asztal, és bocsánat, ez volt benne a kis herceg könyvemben. Kérdezem, következő. Sok a hidegség és a hidegség az emberek között, mert nem félünk azok lenni, akik lelkünk mélyén vagyunk. Félünk kiszolgáltatni magunkat. Félünk attól, hogy teljesen a szeretetbe öltözzünk. Vessünk tekintetünket a vedlekű gyermekre. Isten nem félt attól, hogy kiszolgáltatottá váljon a teljes önátadó szeretetbe. Karácsonykor ridegségünk és hidegségünk annak dacára, hogy az év legsötétebb napja van, háttérbe húzódik, és megsejtünk valamit abból, hogy Istennek igaza van. Csak így lehet, és csak így érdemes dicsérni az Istent, és szeretni az embert. Hát az. És ez benne volt a kis hercegnek. Ó, hát ez. Itt van az örök aktualitása. Nem merjük kiszolgáltatni magunkat. A sírás kockázatát nem merjük vállalni. Többenek egyébként. Olyan mélységes igazságok vannak ebben. Nagyon sok minden jut eszembe, és sajnos nem tudok róla mondani többet, de viszont egyet hoztam emlékben mindenkinek, úgyhogy aki szeretné, a végén vigyel. Itt van a könyv egyébként, így nézett ki a szerző, Exupéry. Hát ebből is lehetett volna, meg lehet érteni. Jöjjetek ki azután, meg bocsánat.
mindenki vigyen ebből. Szeretném azzal befejezni, hogy Ezekielnek az imáját felolvassam. Uram, nem csodát, nem jelenéseket kérek tőled. A mindennapok küzdelméhez adj erőt nekem. Kérlek, taníts meg lépésről lépésre a felét haladás művészetére, hogy föltaláljam magam a napi forgatagban, hogy idejében és talpra esetten tudjam dönteni, hogy ügyeimben okosan gyümölcsöztessen ismereteimet és tapasztalataimat. Segíts, hogy helyesen tudjam beosztani az időmet. Add, hogy biztosan érezzem, mely ügyem nem tűr halasztás. Segíts, hogy mindig időt találjak a szellemi, lelki feltöltődésre is. Kérlek, segíts, hogy minden esetben a lehető legjobban készülhessek föl, éppen az éppen előttem álló feladatokra. Add meg, Uram, a kegyelmet, hogy akivel csak találkozom, arra úgy tudjak odafigyelni, és úgy tudjak neki segíteni, mintha téged hallgatnálak, és neked segíteni. Add, hogy mélyen megértsem, nehézség, kudarc, sikertelenség és zsákutca is lehet sorsom része. Sőt, ezek szükségesek is ahhoz, hogy fejlődjek és megérjek. Kérlek, szükség esetén a kellő pillanatban küldj valakit, aki jó szívvel szembe meri mondani az igazságot. Ha amúgy kellemetlen is számomra. Tudom, Uram, hogy számtalan nehézséget nem a lázas tevékenység, hanem az idő old meg. Te jól tudod, milyen nagyon rászorulok az őszinte barátságra. Add, hogy kiérdemeljem az életnek ezt a legszebb, legértékesebb, leggyöngédebb, hatalmas ajándékát. Kérlek, tarts távol tőlem a szorongást okozó gondolatokat, hiszen életem hiába való lehet. Ne azt ad, Uram, amit kívánnék, hanem azt, amire szerinted valójában szükségem van. Kérlek, taníts meg, Uram, lépésről lépésre a felé haladás művészetében. Köszönöm. Thank you.